Tornászokat tüntetett ki Klaus Johannis. Az államfő Románia Csillaga tiszti fokozata érdemrendet adományozott Catalina Ponornak, Larisa Jordákinak és Marian Drăgulescunak. Az államelnök az idei torna Európa-bajnokságon elért eredményeik, a tehetségük, elhivatottságok és a román sport nemzetközi eredményeinek elismeréséért folytatott munkájukért tüntette ki a három sportolót. A Kolozsváron szervezett tornabajnokságon Románia két aranyérmet nyert, Marian Drăgulescu talajon, Catalina Ponor pedig gerendán bizonyult a legjobbnak. Drăgulescu egy ezüstöt nyert ugrásban, és míg Larisa Jordáki egy bronzot gerendán. Harmadik alkalommal szervezik meg a 115 ezer lejes összdíjazású korondi kerámia nemzetközi sakversenyt. Ez minden idők legjobban díjazott romániai nyílt versenye, amelyen 10 nagymester, egy női nagymester, 10 nemzetközi mester, egy női nemzetközi mester és 9 fidemester is szerepel. A 48 fős élcsoport első számú kiemeltje az Anand és Karpov ex-világbajnokokat is legyőző 18 éves magyar Gledura Benjamin. Kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra Románia teremlabdarúgó válogatottja. A trikolórok Grúzia legénységét utasították maguk mögé, és 9-6-os összesítéssel jutottak ki a döntő tornára. A magyar futsal válogatottat hiába nyert hazai pályán 2-1-re, idegenben 6-4-re kikapott Lengyelországtól, így 7-6-os összesítéssel a lengyelek lesznek ott a Ljubljanában szervezett tornán. Fantasztikus mérkőzésen 7-4-es eredményt ért el Románia teremlabdarúgó válogatottja tegnap este Grúziában, miután Déván csak 2-2-es döntetlenre futotta a kaukázusi ország ellen. A trikolorokat a frissen honosított braziliai származású Savio Valarades juttatta a csúcsra, ő négyszer is betalált az ellenfél kapujába. A román válogatottnak erdélyi magyar tagja is van Csoma Alpár személyében. Azt mondja, nem volt könnyű dolguk a grúzok ellen. Hát elsősorban azt tudom mondani, hogy egy fantasztikus eredmény, főleg számunkra egy pár játékos részére, akinek negyedik Európa bajnoki kijutás jelentett ez a továbbjutás. Fantasztikus hangulat volt az otthoni közönség, hatalmas súlyt nyomott ránk, hódítottak meg, buzították az otthoni csapatot. De hát mi kitartottunk és nagyon jó mérkőzést játszottunk. A hazai teremfoci válogatott eddig háromszor vett részt európai tornán, a legjobb szereplése a hatodik hely 2010-ben, illetve 2014-ben. Az Európa-bajnokságot 2018. január 30-a és február 10-e között szervezik Szlovéniában. A csoportokat pénteken 13 órakor sorsolják ki. A trikolórok abban bíznak, hogy nem kerülnek egy csoportba spanyol, olasz vagy orosz válogatottal, és akkor lenne esélyük a továbbjutásra.